két negyedik helyet között azért óriási a különbség. Így van, de viszont hát az első kanyarban sajnos volt egy kis összeérés, ezért egy nagy kattanást hallottam, ezért sikerült sajnos visszaesnem, de ugye az utolsó hat körben sikerült feljönnem az Edinára. De még lesznek elemzések a videóban, mivel irtózatosan sokszor hagyta el a pályát, majd bevizsgálják. Kommunikálsz a boxsal? Néha, nagyon ritkán. Kaptál most valamiféle tanácsot, vagy türelemre intettek? Mindig a saját fejem után megyek, illetve a szabálytalanságokat mondtam be. Milyen volt ez a versenyed? Mennyivel érezted magad gyorsabbnak, vagy gyorsabbnak érezted-e magad, mint tegnap? Szerintem ez a verseny hasonló volt a tegnapihoz képest, viszont örülök, hogy a szálltokkal tudtam menni.